Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek, én Markó Rebeka vagyok, és érkeztünk egy következő videóhoz. Egy olyan videóval érkeztem nektek, amit hónapok óta ki akartam próbálni, és az Amazon csodája által meg is rendeltem a termékeket ehhez a videóhoz. Magyarországon még nem láttam, hogy bárki csinálta volna, viszont külföldön hatalmas trendje van ennek a dolognak. Biztos rengetegszer látjátok vörös szőnyegen, hogy fantasztikusan kinéző sminkekben, nagyon húzott szemekkel megérkeznek a hírességek, és nagyon feszesnek tűnik mindenhol az arcuk. És természetesen ebben benne van az is, hogy elég sokuknak plasztikai beavatkozásuk volt, viszont előfordul az is, mint például Lady Gaga, akiről tudom jól, hogy imádja ezt a módszert, ez pedig nem más, mint az arctapaszok. Facelift tapaszok, amik konkrétan arra vannak, hogy felragasztátok az arcotokra, megfelelő erősségűre húzzátok, és tökéletesen kifeszíti az arcotokat azokon a helyeken, ahol szükségetek van rájuk. Mutatom, hogy milyen tapaszaim vannak. Itt van az eredeti, mindent linkelek nektek leírásban. Itt van az eredeti, amit láttam egy Lady Gaga-s sminkben is, ami úgy néz ki, meg is mutatom. Van két ilyen kis gumi szalagunk igazából, amihez tartozik két ilyen kis pedálnak tűnő valami, amik maguk a tapaszok. Ezt a tapaszt kell felhelyezni, leginkább erre a két részre, ahol ezt meghúzva egy nagyon szép cicás hatást tudunk elérni. Itt egyébként a képen mutatják nyak liftre is igazából. Véleményem szerint erre nincsen szükségünk, de egy nagyon erős cof hatást el lehet érni ezzel, ami kifejezetten jó akkor, hogyha lengedbe szeretnétek hordani a hajatokat, de mégis szeretnétek, hogyha egy szép feszes kinézetetek lenne. Ez az első verzió, amit ki fogunk próbálni. Csak azután vettem észre, hogy ez a kettő ugyanaz, miután megérkezett hozzám. Viszont ez a kettő úgy néz ki, teljesen egyszerű, raktapasznak tűnő kis ragacsok igazából, amik nagyon nyúlnak. Tekintve, hogy ebből körülbelül 500 darabom van, nagyon szívesen megmutatom nektek, hogy hogyan működnek. Néztem nagyon sok videót ezekről, de még mindig nem tudom, hogy élesben hogy fog működni. Tehát, itt van a kis raktapaszos cuccotok, amiről le kell szedni egyértelműen az egyik oldalát, és ha jól tudom, akkor felülről is van egy ilyen keményebb borítása, de a lényeg az, hogy rá kell ragasztani a bőrötökre, és ahogy elkezditek húzni, ezzel elvileg felfele lehet bármilyen részeteket terelgetni. És ha minden igaz, akkor miután ezt leragasztottátok és levettétek róla ezt a két keményebb borítást is, ennek nagyon erősen ott kell maradnia, és ezt a liftet tartania kell, amit kreáltatok. Ami a pláne az egészben, és ezt gondolom, hogy sejtettétek magatoktól is, viszont ez a lényege az egésznek, hogy miután feltettétek ezeket a tapaszokat, ezeket le lehet sminkelni, elvileg láthatatlanra, de szinte láthatatlanra biztos. És az utolsó tapasz, ami őszintén megmondom, hogy én a legjobban vártam, és hogyha ez beválik, akkor az egész raktárkészletet megrendelem Amazonról, ugyanis ez nem más, mint a rejtett szemhéj tapaszok. Könyörgöm, működjön. Semmire se várjuk jobban, mint hogy ez működjön. Úgyhogy a mai videóban ezeket fogjuk kipróbálni, hogy valóban működnek-e vagy sem, ezért vagyok természetesen smink nélkül. A hajam jelenleg meg útban van, de nem sokára eltávolítjuk innen. Egy picit közelebb hozlak titeket, előkészítem itt a szettet, és kezdjünk el ragaszgatni. Nagyon csini. Nem is tudom, hogy mivel kezdjünk. A szemes tapasszal fogunk kezdeni, ugyanis hogyha ezeket fel fogom tenni, az ki fogja húzni a szemem, és félig meddig megszünteti a rejtett szemhéjamat. Nem véletlen szeretem nagyon szoros cofba hordani a hajam. Amit most már nem annyira tudok megcsinálni, csak mérsékelten, úgyhogy első lépésként ezeket fogjuk megpróbálni. És nagyon-nagyon csúnya dolog, de nem fogok minden egyes tapasznál felkelni és arcot mosni, úgyhogy van nálam sminklemosó. Nem mint hogyha kendő, sminklemosó kendő,
Nem mintha egyébként lenne bármi is az arcomon, a krémen kívül, de muszáj letörölni mindent, és nagyon-nagyon tiszta felületre kell ezeket ragasztani, egyértelműen, hogy legyen mihez tapadniuk. Az a helyzet, hogy semmi, de semmi utasítás nincsen ezeknek a dobozán, úgyhogy először is nézzük meg, hogy működnek. Kaptunk hozzá egy ilyen kis csipeszt, valószínű, nagyon jó. Van egy ilyen, hol mutassam, nem tudom, hogy hol mutassam nektek. Ez viszonylag egyébként egy keményebb műanyag dolog. Nagyon puha tapintásra, de mégis van egy tartása, nem olyanok, mint ezek a tavaszok. És van itt ez a másik, ami alapból egy ilyen félkör. Igazából félkör? Hát ez közel se félkör, értitek, egy ilyen ív. Az egyik vékonyabb, a másik meg vastagabb. Azt nem mutattam, hogy van egy ilyen kis villa is hozzá, ami elvileg arra van, hogy ki tud tapogatni, bemérni, hogy hol van maga a mélyütővonal. Ezt nem hiszem, hogy fogjuk használni, a másik vége meg egy ilyen viszonylag hegyes valami. Arra gondoltam, hogy úgy fogjuk felrakni, mutogatni viszont nagyon jó. Ha megnézitek, akkor itt van egy hajlás, egy, nem akarom ráncnak hívni, de egy ránc, ami ugye mutatja, hogy hol van a saját mélyítőm, és hol hajlik meg a szemhéjam. És e felé fogjuk tenni először, és elvileg annak úgy jónak kellene lennie, legalábbis az én fejemben ez így áll össze, aztán majd kiderül, hogy valóban így van-e, vagy sem. Ha megnézitek egyébként, a bal szemem az viszonylag nyitottabb, mint a jobb. Kíváncsi vagyok, hogy fog működni. Először ebből a sima kis ívből veszek le egyet, úgyhogy először ezt próbáljuk meg, aztán meglátjuk. Annyira bőrszínű, hogy nem látom egyébként, hogy jól csinálom-e. Mondjuk ide. Wow! Totál nem lehet látni. Mert itt ti onnan lehet látjátok, de innen nem lehet látni. Próba. Jó, egy pislogásnál kicsit fura, és lehet, hogy lejjebb kell tenni picit, de what? Ez nagyon durva. Oké, ezt leszedjük, és felteszünk egy újat. Így nagyon-nagyon picit lentebb. És egy picit kintebb, mert szeretném, hogyha ez a rész is meg lenne emelve. Úristen, minden nap fogok ilyet használni. Szerintem egy millivel se tettem kintebb, mint az előbb. Most ezt fent hagyjuk, megpróbáljuk a másik oldalt a másikkal. És utána, ha úgy látjuk, akkor teszünk egy újat. Szóval itt van a tapaszt, és ezt most már tényleg kintebb fogom tenni. Ez vajon a formája miatt más, vagy máshogy tettem fel? Megnézzük, hogy újra fel tudom ragasztani fentebb. Fel tudom ragasztani. Ez meglepő. Aha, csak nagyon lentre tettem. Érdekes. Elég szomorú szemem lett tőle. Ki kellene találni, hogy hogy lehet úgy feltenni, hogy cicás szemem legyen tőle alapból. Ez egy fokkal jobb, viszont valószínű, hogy itt alapból a szemformám olyan, hogy teljesen máshogy áll rajta. Erre is teszek egy újat, egy picit felfele irányítva. Egyébként most egyformák a szemeim. A rejtett személyi tapaszt 100%-osan működik. Letörlöm gyorsan itt oldalt az arcom, ugyanis ide fog felkerülni a másik tapaszt. Azt nem tudom,
hogy hogy kell összekötni, ugyanis ezen csak egy ilyen nagyon-nagyon hülye hurok van, amit nem hinném, hogy megfogja. Simán ez megfogja. Oké. Hogyha ide rakom, akkor ez így fogja húzni. Nem csak kifelé szeretnénk, hanem egy picit felfelé is. Jó lesz ez. Jó lesz. Ha nem, akkor majd újra ragasztjuk, nem? És elvileg mehet hajba is. Felragasztottam, felragasztottam. Lehet látni messziről? Alig. Wow! És akkor meg kellene próbálni ugyanoda feltenni, mint itt. Pont ebbe a kis lyukba van berakva. Oké. Jó erősen rányomogatjuk. És akkor most jön az a rész, amikor ezt össze kellene kötni hátul, és azt hiszem, hogy a második pöcökbe kényelmesen be tudom tenni. Ez így nem húzza túlságosan, de van egy kis lift. Amúgy hozzátenném, hogy nem kényelmes. Ezen az oldalt nem kényelmes, lehet, hogy valahol húzza a hajam. Holy moly. Pont olyan, mint egy jó erős cof, egyébként viccen kívül. Na, és most, hogy ez a tapaszunk is megvan, azért csak próbáljuk ki a többit is. Megmutatom nektek ezt is, mert ebből még nem vettem ki nektek, de egyébként, mint a legtöbb ilyen amazonos és kínai is dolognál, egy per egy ugyanaz a kettő. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy melyiket fogom használni. Méretben, színben, formában, mindenben ugyanolyan. Most próbálgatni fogunk. Letöltöm a honlokomat is. És csak azért, mert kíváncsi vagyok, meg fogjuk nézni, hogy egy szemöldök liftinget tudunk-e csinálni ilyen tavasszal. Elméletileg egyébként ezt tudjátok tenni ide tokára, hogyha innen indítjátok felfele, akkor elvileg nagyon szép állkapcsot tudtok csinálni. Hogyha itt van egy kicsit több zsír az arcotokon, akkor ezt meg tudjátok csinálni, hogy felhúzzátok. Hogy láttam még? Ja, elvileg innen is lehet liftinget fülfele, és akkor egy konkrét arcfelvarrás. Elképzelésem sincs még, úgyhogy most ki fogjuk próbálni pár helyen, hogy hova lehet ezeket ragasztani, vagy hova nem, nem tudom, gondolom. Azt hiszem, hogy ezt úgy kell felrakni, hogy az egyik oldalát felragasztod, és a másikat azt úgy ragasztott fel, hogy közben az ujjaddal segített kinyúlni, és igazából a helyére illeszkedni, közben a liftnek a mértékét is beállítod vele. Nem tudom, úgyhogy most ezt fogjuk megpróbálni. Azt hiszem, hogy ide fogjuk ragasztani, de totál bele fog így menni a hajamba, nem? Nem csak kíváncsiságból. Leragasztjuk az egyik oldalát, és... No. Ezt fel kellene itt szedni, így. És akkor meghúzom. Tart valamit? Tart, ne? Micsoda? Jó, mondjuk meg van gyűrődve alatta a bőröm. De what? Fekete mágia. Ez nem lehet igaz. Oké, másik oldalra is tegyünk.
Úristen, hogy fogom kinézni a videó végére. Nagyon jó. Szóval, egyik oldal leragaszt. Hát beszélés. Komolyan mondom. Ki találta ezt ki? Nem hiszed el. Oké, most akkor mindent ki fogunk próbálni, hogy hol, hogy lehet használni. Ez működik? Nagyon fura érzés, mert mindenhol feszül az arcom, ahol el tudjátok képzelni. Megpróbáljuk akkor itt, ahogy a doboza is mutatja. Nem tudom, hogy itt nem érzem úgy, hogy lenne mit nagyon liftingelni. Össze is kötöm a hajam, hogy lehetőleg azt ne ragasszam be sehova. Nem hiszed el, arc át? Nem. Na lássuk. Kezdjünk mondjuk innen. Óvatosan meg be fog gyűrődni. Ez húzott valamit? Nem hiszem, ugye? Próbáljuk újra. Oké, most megpróbáljuk úgy, hogy nem baj, hogy begyűrődik a bőröm. Csak látni akarom, hogy mennyit tudom húzni, és hogy valóban látszik-e. Úgyhogy nézzétek meg az arcom előtte. És lassuk utána. Lássuk, hogy megtartja. Oh, wow, húz. Oké, vegyük le. Jól begyűrtem szegény arcom. De tartja? Hogy? Oké, most láttuk egymás mellett, megnézzük, hogy van-e különbség. Áú, oké, ez minden irányba fáj. Tudjátok, mit próbáljunk meg? Tokát. Csak mert érdekes az. Ha pózolok, akkor nincs tokám. De akkor szinte senkinek nincs. Ha akarom, akkor meg 5 tokám van. Na, lássuk. Középről, gondolom. Egyik oldalát fixen, és ebből semmit nem láttatok, ugye? Oké. Most egy pillanatra elköszönök tőletek, befejezem a sminkem többi részét, utána megnézzük, hogy hogy néz ki egyben az arcom. 5 millió tapasszal. Woohoo! Oké, elkészült a teljes arcos sminkem. Sehol se látszik szerintem egy darab ragasztó se, aminek nagyon-nagyon örülök. Természetesen még mindig itt vannak. Ugyanúgy fognak, egy picit se engedtek a húzásból, viszont teljesen elfelejtettem, hogy rajtam vannak. Egyáltalán nem kényelmetlen. Hozzá kell szokni az érzéshez, de nem kényelmetlen. Mindennapos használatra? Nem hinném. Egy az, hogy mindennapos használatra azért nem extrán kényelmes. Tehát azt nem tudom elképzelni, hogy ehhez hozzászokjál, hogy folyamatosan így van a fejed. Ezen kívül pedig abban sem vagyok biztos, hogy az, hogy folyamatosan így húzva van a bőröd igazából, meg az egész hajvonalad az túl jót tenne. De egy-egy alkalmi sminkre, egy-egy nagyon bomba szelfire biztos, hogy használni fogom, fantasztikus trükk. A szemhéjamon lévő kis tapasz teljesen eltűnt, viszont hogyha a fény úgy világítja meg, akkor egy az, hogy látszik, kettő, hogy nem úgy tapadt rá a smink, ahogy gondoltam, hogy tapadni fog. Lehet, hogy következőleg le fogom primerezni, és megnézzük, hogy úgy mit tudok vele kezdeni, de összességében szerintem gyönyörű lett az eredmény. Soha nem volt még ilyen nyitott tekintetem, mint most. 3 irányból van húzva a szemem. Itt is vannak a tapaszok, nem tudom, erre emlékeztek-e. Alig látszik egy képen, biztos, hogy nem látszódna. A szememnél egyébként nem lehet látni, hogy ott vannak a tapaszok, annak ellenére, hogy nem tudtam teljesen lesminkelni. A tokámon se látszik, és ezt pedig teljesen el tudom takarni a hajammal, úgyhogy szerintem ez egy határozottan sikeres videó volt. A szemtapaszt biztosan fogom használni, ebben 100%-ig biztos vagyok. A többit pedig esetleg alkalomattán, de határozottan nem a mindennapokban. Ezt egyébként el tudom képzelni,
hogy reggelente, hogyha nem szeretnék sminkelni, de mégis szeretném, hogy kipihentnek tűnjek, és ébernek, és nem tudom, barátságosnak, akkor simán el tudom képzelni, hogy reggel gyorsan felragasztok egyet, és megyek tovább. Hogyha rááll a kezed, akkor szerintem egy félperces művelet az egész, míg felraksz két ilyen kis tapaszt. És hogyha megnézitek, rengeteg van benne. Egy ilyen kis, nem tudom, kockán van 4 darab tapasz, ami ugye 2 napra lehet elég, hogyha egy napig van rajtad egy. Úgyhogy konkrétan ez egy évig elég, ami ott van rajta. Kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek így az előtte és az utána képekről. Nekem így mozgásban nagyon tetszik az eredmény, alig várom, hogy gyorsan lőjek vele egy képet, és megnézem, hogy fotón hogy néz ki. Ha tetszik, ha nem, remélem, hogy a videó tetszett, és valami érdekeset láttatok benne. Hogyha igen, akkor dobjatok nekem egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. Ne felejtsétek el egyébként, hogy van blog csatornám is, úgyhogy azt megtaláljátok leírásban, és oda is iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. A következő videómban találkozunk. Sziasztok!